Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Necs vagyok, és ez pedig a Planet Crafter, és abba jött nekünk egy új update, az Explosive update. Na és akkor nézzük meg, hogy ez mit tartalmaz. Elsőnek is megnézzük itt a szokásos csippek, ilyenek. Jó, hát itt ugye jó sokat kell visszamenni, és akkor már itt az elején, úgyis hát a végén inkább úgy mondanám, nem az elején. Lehet látni, hogy van itt egy Animal Food, ez ugye a T2-es. Hát most már az állatok ugye kaptak kaját, ami állati szorzó 500-at ad. És úgy van, hogy ezt nem csak ők tudják megenni, hanem mi is meg tudjuk enni. Na, akkor itt van nekünk még egy T1-es, egyértelműen ugye, hogy két fajta lesz. És így ennyi. Jó, na, nézzük, mit kaptunk még. Van ruha. Levesszük, felrakjuk. Voilà. Lett ilyen szép ruhánk. Felrakjuk a fehéret. Tök jól néznek ki. Köszönjük. Jó, maradjon a fehér. Oké, na. Azt még nem csináltam meg. Kaptunk egy, nem is ott van, hanem itt van, egy T4-es exoskeletont, ami egyetemen arra utal, hogy több cuccot tudunk feltenni saját magunkra. Itt más több mindent mi nem kaptunk, mert lehet ugye látni, hogy ez itt tele van, tehát esélyes, hogy még fognak jönni új dolgok nekünk, hogyha ilyet kaptunk. Na, és akkor jött egy újdonság, most tök mindegy, oda nyomunk, vagy nyomunk egy embetűt, lehet most már nyilakkal mozgatni a dolgokat. Csak valamiért page up, page down, na nem akarja jelen állapotba nekem csinálni, de amúgy lehet így. És hát elvileg kéne, hogy tudjam így mozgatni. Na mindegy, az a lényeg, hogy most már így tudunk játszani rendesen. És akkor így tök jó. De amúgy szerintem így még lehet, hogy egy gyorsabb is, mert könnyebben bekattinkatom a távlodást, meg ilyenek. De ez amúgy tök jó, nem így kell ezt nyomkodnom, mert így hú. Került be egy olyan dolog, hogy az inventorikba így összesen, bolygó szinten, valami 800 objektumot tudunk tárolni, és így ezekre értendő. És hogyha F felett van a szám, akkor azokat törli, tehát a 8000 feletti részeket kiszedi. Amúgy, ami nem baj, mert oké, hogy a termelés nagy, meg ilyenek, de viszont nincs az, hogy megöli a gépet, olyan értelemben úgy, hogy csak termelünk, és nekem volt egy időszak, ugye amikor a gép az olyan szinten nem bírta, vagyis hát így akadt a játék, meg ilyenek, hogy lehetett is látni, hogy ez jót tesz. Ott lehet látni, vannak még újdonságok. Na, nézzük, mit kaptunk még. Kaptunk egy ilyen ekoszisztemet, ami pont itt van. Jó, ez a két fával nem kell foglalkozni, ez az ekoszisztem, így. Ez. És hogyha lerakjátok, akkor ez még kaptok elméletileg köré fát is hátra, ilyeneket. De nem tudom, én nekem valamiért eltűnt, de lényegtelen most ez. Na, ez pedig ad nekünk nem gyakori lárvát. És akkor ezek itt ugye gyártják így a lárvákat, kiszedjük, akkor ugye lehet rakni máshova, meg ilyenek. Ja igen, amit lehet látni a képen, amit kiraktam a közösségi fűre, az ő volt. És akkor meg fogjuk rárakjuk a ruhát, és ilyenné változik. Tehát felveszi a babú a ruhát, és akkor így lehet egy ilyen kis divat bemutatót tartani, vagy pedig ugye ideálunk, így, és akkor így szórakozunk, meg ilyenek, kis hülyeségek, és így ennyi. Erre mondtam, hogy ő nem játékos. Na, nézzük, mi van még. Hát így nagyjából ennyi. Ja, igen. Össze tudjuk kapcsolni a dolgokat most már. Amúgy itt van nekik a kaja, a T2-es. Állati szorzó 500, és életerő helyreállítás 70. Na most én elveszek egyet, és feltöltötte nekünk. Szegény állat elől megettem, milyen gonosz vagyok. Na tehát itt van a T1-es kaja, és itt a T2-es. Amúgy kicsit ilyen fasírszerű kinézete van a jelölésben. Ezt itt tudjátok gyártani, lehet látni, nem kell hozzá sok minden, tehát egy nagyon egyszerű dolog. Ez meg ugye megint itt inkább a ritka lárvával lesz a gond, de hát az elmegy, azt itt le lehet gyártani.
Na, és akkor kaptunk itt egy ilyen explozívet. Az explozív, valakinek ismerős, akkor az innen lehet ugye a nagy gépből. Na, és akkor, hogyha ezt megcsináljuk, amit mindjárt meg is fogunk csinálni, csak szerezzek hozzá cuccot, megvan a cucc a robbanószerhez, de mivel, hogy kint a szteroida hulláson, így úgy döntöttem, hogy megfogom, lerakok ide egy ilyen kis kanapét, és akkor még lerakom mondjuk hozzá egy ilyet, hogyha el is fér, és ő így automatikusan összekapcsolja. Így nem vészesem úgy, és szemből lehet látni egy picit, hogy van vele probléma. Ez mondjuk falnál jön ki inkább, de amúgy tök jó, hogy most már az effet így meg lehet csinálni, hogy ugye eddig nem volt ilyen. Ezt köszönjük, mert ez egy jó dolog. Most már jobban lehet így azért dekorálni, meg építkezni, meg ilyen ugye egyéb dolgokat csinálni. Na és hogy eltűnt a asztalod a cucc, így menjünk és nézzük meg, hogy hol van az új terület. Na, elmegyünk a csillagkapuhoz, és akkor onnan be fogunk menni. Jó, hol is van a csillagkapu, hogy esetleg valaki nem tudná még új. Van nekünk itt ugye a kezdő tóterület, és akkor itt jobbra lesz átlóba felfele. És akkor itt van, lehet látni, hogy itt jelzi nekünk az új területet, és így ennyi. Na hát akkor menjünk el oda. Na szóval újra itt vagyunk, megcsináltam a robbanószert. Csak nem tudom, miért ide megyek. Vettori. Oké. És benyomjuk. Mondjuk lehet, hogy nem ilyen távolra kellett volna tenni. Jó. Hát elég ennyit robbantott rajta. Itt ezen bőven átférünk, most ennyi bőven elég nekünk. És itt van nekünk az új bajom. Hát az így néz ki. Vannak benne brekik, szokásosan van egy ilyen érdekes színű ilyen feketés, ezt szépen elvisszük. És hát az nem fekete ugyan, hanem inkább ilyen nagyon sötét, bordó, ilyesmi féleség. Én szerintem akkor vannak itt genetikai cuccok. Ilyenek, ja, elvileg genetikai cuccba került be még egy újfajta dolog. De most azt így hirtelen meg nem mondom, hogy mi, de valamilyen kis változtatás. Erre majd még utána lehet, hogy később vissza fogok térni egy másik videóba, és akkor megmondom, hogy mi az, mert őszintén megmondva ennek, amúgy nem néztem utána, nem igazán foglalkoztam, amúgy olyan túlzottam vele. Aztán így ez van. Jó, hát nézzünk el itt másfele, hogy milyen. Ilyen szép kis vöröses, mintha vér lenne. Vannak még van még ennek amúgy más helye is, nem csak ez, tehát ez mennyik tovább is ettől. Jó. Hogyha esetleg így nem tudsz feljönni, akkor majd mutatom, hogy hogy kell jönni másképp ide. Na és van nekünk itt ilyen kis hajó, mint a alumínium bányászati területen, ugye van ebbe is minden, bónusz, mag, mindenféle dolog. Oké, itt is lehet még tovább menni. Jó. És elvileg ez az utolsó nagy, nevezzük teremnek, át nem terem, ez csak terület. Jó. Bejövünk. Kell ezt bontani. Így.
Oké, ezeket ugye el tudjuk bontani, de most nem bontjuk el, felesleges ezzel nem foglalkozunk, szépen végig megyünk, megnézzük a ládikákat. Melyikben ugye mi van? Ugye a cuccok, minden. Jó. Hát itt van mit elbontani. Ahogy nem kell az ide nekünk. Hát igen, chip. Jó, az most nekünk tök felesleges. Maxon vagyunk fejlesztésbe. Oké. Na, és hogy lehet ruhát szerelni? Minden űrhajóban van egy, vagy egy ilyen bázison, van egy ilyen szekrény. Így egy ilyen kinézetük, ami fogas meg ruha van. Hát fogjátok, rányomtok, és akkor itt ebben már lehet látni, hogy egy másfajta van. Hát mondjuk most sötétben szerintem kb. Semmit nem fogtok látni belőle. Igen, nem, szóval az így jó pofa dolog volt. Ha mindegy, kimegyünk innen, úgyis ennyi volt a lényeg itt. Ó, ugyan az éjszaka, nagyon jó. Ez marhára kellett nekünk most. És akkor elméletileg ennek kellene, hogy legyen egy másik kijárata is. Ami ki lett téve közösségi fülön. Igen, ez az. Azt, amit lefotóztam, az itt ez a terület volt így. Valahol kb. Így voltam. Pontosan most én nem tudom. Jó. Hát megpróbáljuk kirobbantani. Mondjuk. Legyen itt. Aztán megnézzük, mennyi robban ki belőle. Ó, de szépen kirobbantottad az egészet. Akkor nem hátrány. Igen, itt egy kicsit beakadt, hogy megyünk át más területre. Jó, és kijutottunk ide. Erre a területi részre, és akkor innen tudunk menni tovább. Igen, ez a nagy update-tel ugye, ami bejött, ott az a rész. És ez pedig itt a kanyonos terület. Jó, hát egyértelműen ilyen hajónál nem fogtok találni ilyen szekrényes dolgot, tehát ezzel nem kell foglalkozni, de máshol amúgy lehet, amik olyan nagyobb, de már bele lehet szállni, meg ilyenek, a belsejébe úgy értve. Jól van, eljöttünk ide a labirintushoz, de jó néz ki először, hogy itt tele van, fával meg ilyenek. Na, és akkor bejövünk ide, itt kapásból itt is itt van a szekrény, jó lenne, nem akadnék fel, és akkor itt van benne a ruhák, ezt is kivesszük, olyan még nincs. Jó. És akkor megnézzük, hogy milyen. Érdekes egy színe van. Ugyan ott szürkének jelezte, közben inkább ilyen szürke narancs. Jó lesz nekünk a fehér. Oké. Na, még annyit, hogy ezt én nem is vettem olyan nagyon észre eddig, hogy ezekre el lehet menni, és akkor ott azokon lehet szépen mászkálni, és nem tudom, hogy így fel fogok-e tudni menni. Megpróbálok, mert eddig nem lehetett így feljönni. Jó. És akkor is szépen végig lehet menni rajta. Hogy ez miért érdekes? Így amúgy normál esetben ezzel semmi nem lenne, de viszont van fent láda. És a láda miatt érdemes feljönni, de most meg nem mondom, hogy melyiken van, mert én találtam egyet, például itt is van egy. Hát ugye nem olyan sok minden van benne, ja, és ott is van. Szuper ejec. Így azért jó itt így elrepkedni, ilyenek, kis bolondozás, meg ilyenek. Itt is egy ládika. Van benne kaja is, ne éjjelzünk. Na, és akkor még ami olyan érdekesség, hogy a roncsoknál lett egy kis változás. Mert úgy van, hogy amikor elportolunk a roncsokhoz, akkor elméletileg úgy volt, hogy keresnünk kellett azt, hogy hol van a teleportáló rész, ugye ott be tudtunk menni.
és akkor ezt most már jelzi nekünk más. Egy ilyen jelzőt vényszerűség. Ezt általában nagy térképeken jelzi, hogy én olvastam. Őszintén megmondva ezt még nem néztem meg, úgyhogy ezt most, hogy úgy van, megnézzük. Jó, mindenki dobja, hogy mi kell. Teljesen mindegy, legyen ez. 2 zöld és 3 húszár. Szerintem púzát volt, amit nem lesz, mert miért is lenne. De úgy már legyen. Hát még egy kellene. Oké, meg is van. Jó, tehát elvileg nekünk lesz jelzőpény egy bizonyos méretű területnél. Így nagyságról, hogy visszataláljunk. A másik pedig az, hogy a roncsok belőlről mások lettek, sokkal nagyobb lett a belső terük, és használtak dolgokat, hogy ne legyen olyan labirintusszerű kinézete, ez az egyik. A másik pedig arra vonatkozik, hogy... Ó, ezen a térképen nem igazán voltam még. Jó, igen, ott van nekünk most már a jelzés, lehet látni. Ott középen az a szép kis geometrikus alakzat. Na igen, és úgy van, hogy kaptunk még egy plusz ilyen szobaszerűséget, ami benne vannak így a cuccok. Mindjárt keresünk valami űrhajót, vagy valami, és akkor szétnézzünk benne, hogy mi a helyzet. Igen, most így lehet is látni elég szépen, hogy ott van Bordóba. Ó, tök jó, és meg is van. Úgy néz ki az űrhajó. Itt van. Oké, menjünk bele. Hát itt erre ugye nem lehet eljönni. Lenézünk. Jó, szokásosan ugye mindig a bal oldalt figyeljük ilyenek, vagyis hát én ahogy szoktam. Ja, igen, most már kerültek be ilyenek, ilyen belső téri cuccok, hogy homok lesznek, ilyenek, az attól függéppen, hogy milyen a adott bajom, amiben mondjuk úgy van a roncs. Igen, a belső tér változás például lesz, tehát, hogy sokkal másabb lett. Régen nem volt ilyen, hogy itt tele volt asztalokkal, meg székekkel, azért ennyire nem volt nagy és nyitott. Ó, fúziós reaktor, ez akkor majd megnyit itt nekünk valamit, úgyhogy én ezt a portát nem fogom bezárni. Ó, tök jó néz ki, hogy ez ilyen lett. Ezt teljesen jól megcsináltak. Most már kicsit élvezetesebb amúgy itt mászkálni szerintem, hogy ez ilyen lett. Jó, azt elbontjuk. Hát igen, hogy a szokásos körmenet rész az megmarad benne ugyanúgy. Na, itt mi van? Ó, hogy beszűrődik itt a fény. Tök jó, hogy az ilyen. Vagyis hát az ilyen homokos cuccok annál lenni inkább, mert ott homok van alatt, mindegy. Lényegtelen. Az a lényeg, hogy most már kapott dizájnt. Jó, menjünk még el itt erre. Majd arra lehet állni. Hát elnézünk arra, mert nem tudunk másfele menni itt. És akkor itt van nekünk a zár ilyenek. Ja, kerültek fel ilyen elemek. Ó, tök jó. Te faszán néz ki. Tényleg ezt el... Á, ezt nem lehet elbontani. Igen, mert le van zárva. De jó néz ki. Tök fasza. Na, egy... Még egy új, okosabb kis update dolog. Na, hát akkor én azt mondom, portunk, vagy menjünk innen így ki. Most nem fogok ott vissza menni másképpen, meg ilyenek, jól van ez. Tökéletes lesz most így.
Oké, az jó volt, hogy itt átmentünk. No. És akkor az így ennyi tulajdonképpen. Most így hirtelen ennyit tudtam mondani így a update-ről, így a fő dolgokat még megmutattam. Szerintem nem hiszem, hogy olyan nagyon kihagytam volna valamit, mert úgy igazából nem mondanám, hogy jöttek volna be olyan más dolgok így a robbanószeren kívül, meg ugye az a kis mini oázis, amit le lehet rakni, azt leszámítva. Olyan hú, de lényeges lenne, de nem rossz azért, amiket csináltak most. Jó, visszamegyünk a bázisra. Oké. És akkor eljövünk ide, megnézzük még az új fát, hogy milyen, hogy néz ki. Négy. Hát így ennyi. Na. Hát ez nem tudom mennyire lehetett bealadni, egy jó szép nagy dörgés volt kint, esélyes, hogy jó kis vihar lesz. Na, legyen további szép napotok, és ne féljetek a Sentinel-től. Bye bye!